Az UTER légitársaság teltházas járatán 126 orosz turista érkezett Moszkvából. Ők Magyarországon töltik a szilvesztert és a pravoszláv karácsonyt is. Barátaink ajánlották Hévízt, azt tervezzük, hogy megnézzük Budapestet és a Balatont is ebben a 10 napban, mondja ez az orosz férfi. Vannak visszatérő vendégek is. Már másodszor vagyok itt, nagyon tetszik Magyarország és ez a környék. A magyarok nagyon kedvesek, fogalmaz ez a moszkvai nő. A rubel mélyrepülése és az orosz gazdaság gondjai miatt idén a korábbinál sokkal kevesebb orosz turista jött Magyarországra. A Hévíz Balaton Airportra is legutóbb januárban érkeztek gépek Moszkvából. Az, hogy ez a járat is például a mai napon teltházzal tudott érkezni, talán azt mutatja, hogy ismét megjött az oroszoknak az utazási kedve, és reményeink szerint a 2016-os évben már évközi járatokat is fogadhatunk ismét Oroszország felől. Hévízre azonban még így is folyamatosan jönnek a turisták Oroszországból. Az orosz vendégek továbbra is érkeztek Hévízre, Bécsen vagy Budapesten keresztül, vagy különböző magánutakon, de érkeztek volt visszás is természetesen, de ezeket sikerült más országokból pótolnunk. Ebben a hévízi szállodában egész évben és ilyenkor évvégén is vannak speciális ajánlatok az orosz ajkú vendégeknek. Több olyan programot iktattunk be az ünnepi műsorba, ami folklór program, vagy operett program, vagy olyan, ami ezeknek a vendégeknek érdekes és színes lehet. A téli szezonban további 4 orosz járat érkezik a Hévíz Balaton Airportra, összesen mintegy 500 turistával.